Hello, sziasztok, üdvözöllek titeket a következő CMS videóban, vagy újabb videóban, amelyik kinek, ahogy tetszik. Nos, hát egy első neki, így az első, vagy hát nem az első, igazából ez már a harmadik olyan autó, amelyik ugye a legfrissebb Dodge, Plymouth és Chrysler DLC-ből van. Most egy picit ilyen friss dolgokkal is foglalkozunk, ne csak a régiekkel, amik már voltak. Hát ez a Plymouth az eléggé le van harcolva, húcolva, szépen meg van nyúzva, de hát ez nem is csodálom. Illetve egy pillantást még vehetünk erre is, ami még inkább szét van húcolva. Tehát ez így, tehát ennél az autónál semmi sincs meg, de tényleg. Ez itt a Chrysler egyébként, ami majd a következő autó lesz, így előre már, így is úgy is látni fog, láttátok volna majd ugye, úgyhogy nem titok. Ez lesz majd a következő autó, amit megnézünk, de előtte ez a kedves kis Plymouth még hátra van. Ugye itt Barracuda néven van a játékban, bár érdekes, mert ugye a DLC-nél, a leírásban ugye Plymouth Hemikuda van írva rá. Ugye gondolom mind a két név teljes mértékben reális, úgyhogy ne, semmi probléma. Poén kedvéért megnéztem azt is, hogy átállítottam angolra a játékot, és hát ha esetleg akkor változott volna a név, és ez itt megint csak a magyar megfelelő, úgymond, idézőjelben, de nem, hanem a játékban is ugyanígy van, hogy Plymouth Barracuda. Úgyhogy szerintem ez talán az eredeti név volt, lehet annó, amikor megjelent, és akkor idővel módosították esetleg egy Hemikudára, nem tudom sajnos, ilyen autótörténés nem vagyok. Tehát így ebből a szempontból ezt nem tudom megmondani, úgyhogy egyelőre csak essünk neki. Megpróbálom minél rövidebben, ismételten, tehát minél gyorsabban, bár azért ez egy új autó, és azért ha vannak benne érdekességek, akkor úgy jön ki, hogy hosszabb lesz. Uff, viszont te geci, minden van rajta, te jó ég! Figyeld, mi ez, baszki, sárga rozsda, vagy mi a franc? Azt a rohadt. Azért, de viszont ezen van detail, na jó, ezt megnézzük majd rendesen. Valami kis fény alatt. És fly módban, mert ez durva, ezt már innen látom, hogy eléggé durva felbontáson munkálkodnak itt a játékban. Itt bedobjuk ide az aggarázsba, erről elé, és igen, itt most szépen megvan napfénnyel világítva, de lehet, hogy majd bemegyünk esetleg a... Ha bevisszük, akkor lehet, hogy még jobban meg fogjuk tudni nézni, de... Baszd ki azt a felbontást! Azért volt itt, közel jövünk, akkor már igen, azért itt... Már látszódik, hogy eléggé kevés, de így itt... Azért ez teljesen rendben van. Na itt viszont már ebből a szempontból ez már nagyon homályos, pixeles. Nézzük ezt itt, ez mondjuk eléggé durva lehet. Hát azért ez is el van pixeleződve, eléggé. Az a jó egyébként a fly módban, hogy tényleg bárhol be tudunk menni. Stabilan, mindenhol, még a motortérbe is, ahogy elnézem, eléggé. Ez is hiányos, a motor, elég rendesen. Mindenen keresztül megyünk, ajaj. Futómű is eléggé érdekes. Oh no, ezt a fajta futóművet utálom. Oh, na mindegy, hát igen, a régi autócskák azok ugye ezzel voltak, na mindegy. Egyedre teljes mértékben az alapokat fogjuk követni. Nézzük itt a... Ó, ez is azért látszik itt, igen, a sérülések, meg a lámpa. Na az viszont durva, az... Azért ez egy nagy felbontás, nem tudom miért, de paszki, éppen hogy csak kijöttem belőle, és most is itt még teljesen tiszta az egész kép, tehát nincsen semmi elhomályosodva. Azért ez nagyon felbontást kapott, úgy látszik. Nagyon jó az a fly mode egyébként, tehát ez hogy ilyen stabilan meg tudjuk nézni a minőségeket. Nézzük egy kicsit az ablakot, ja, igen, az csak ilyen foltocskák, stb. Szépen a beltérbe is be lehet menni. Kapott valami dedikált kormányt esetleg? Hát nem igazán tűnik, vagy... Vagy ugye el van rozsdásodva itt, jaj, már az a... Hú, baszki, mert már kormányon is kezd átütni a rozsda. Igen, ez eléggé... Nehéz. Kíváncsi ezek itt a felirat majd megjavul-e, hogyha megcsináltuk itt a karosszéria javítást. Vagy hát a pontosan, hogyha kicseréltük ugye a... az alkatrészeket. Na, egy esük is neki, aztán meglátjuk. Kérdés az az, van-e? Nincs. Nincs opció csere. Azt mondja, hogy V8 OHV Hemi Shaker az, ami itt nevet kapott. Megnézzük, hogy ez az eredeti elnevezése. Na most átrakom. Baszki már, komolyan.
Na, csak hogy beregisztrálja ugye a kattintást, azt mondja. Na hát igen, V8 Hemi 426 Shaker. Tehát itt megint módosították a nevet, akkor a magyar verzióban, vagyis hát a magyar fordításban. Nem baj. Reméljük, hogy értelmes nevet kapott, és logikusan kapta ezt a nevet, amit kapott. De addig is nézzük, hogy miket tudunk itt szerelni még. Hát igen, azért a karosszériából is sok minden hiányzik. Ja. Illetve szerintem vessünk egy pillantást arra, hogy van esetleg extra alkatrész, de szerintem nem lesz, mert ez is DLC autó. És azt nem igazán láttuk. Ja, igen, jó, rendben. Ebből a szempontból akkor még nem fogom felrakni. Nézzük, hogy milyen formában javítja meg szépen itt a rozsdát. Elég stabil. Érdekes, hogy ezt a lökherit, vagy ezt a orrészt, ezt nem lehet külön levenni. Pedig egyébként látható, hogy ez egy extra felrakott része ugye az autónak, mert nem egyezik a karosszéria festésével. Ez egy picit világosabb. Viszont ez az aranyszín, vagy hát nem is tudom, ez ilyen... Ez most barna, vagy inkább ez a ilyen barna arany átmenet? Ez nem is rossz. Nézzük, milyen a... Hát igen, ez ilyen... vegyes. Lehet, hogy vagy megcsináljuk ezt a sárgát majd a végén, vagy meghagyjuk ezt a alapszint, majd még meglátjuk. Erre egyenlő arra is kíváncsi leszek, hogy milyen festések vannak. Vagy matricák, hogyha egyáltalán van bármi is. Na, nézzük akkor ezt a belteret először is, és már szerintem egyből le is csekkoljuk, amit ugye az előbb néztünk, hogy van-e valami felirat. Aha, hát nem nagyon várja. Azt szerintem csak a logója igazából, nem is felirat. Na, hova akartam menni? Ide akartam menni, és ide. Aha, ez csak a logó. Jajajaj. Csak hát ugye ez is eléggé elrostásodik azért. De nem baj. Na. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor nem volt igen alatta olaj, úgyhogy ja. A motor itt is szinte totál üres. Tényleg. Dugattyúk sincsenek meg. Csak a blokk van meg, a váltó, a kardántengely, a főtengely. Azt ennyi. Na jó, rendben. Közben azt megnézzük, hogy reméljük, nem, aha, itt most nem kell, jajajaj. Oké, akkor ezt legalább most már kiszedtük, hogy ennél a résznél nincsenek azok az extra alkatrészek, amik ugye a TK Aftermarket mod hozott, úgyhogy azokkal már nem kell szenvedni. Mert így is egy pain in the ass, ez a fajta hátsó futómű, úgyhogy nem igazán akarom. Minden esetre először is felemeljük az autót, amit megcsinálunk, és utána pedig összedobjuk először is ezt a motort. Mielőtt bármit is csinálunk az autóval. Ugye akkor OHV Hemi Shaker. Hát akkor a Shakert azt úgy szépen beírhatjuk eléggé. Egyértelműen megtaláljuk majd szerintem. Szépen néz ki. Na igen, itt most megint, ahogy eltűnnek az alkatrészlisták, akkor nagyon tud laggolni a játék. Ez mondjuk, az viszont érthető dolog. Na nézzük, V8. V10, V6, V8, azt mondja, hogy innen indulnak, igen. Na, itt van egy Hemi, ez nem ugyanaz, ami nekünk kell, de mondjuk eléggé hasonló. De nekünk ezt kell, pontosan ez a shakeres. Ugye csere lehetőségünk nincs, úgyhogy mindenképpen ezzel kell menni, úgyhogy ezzel kell dolgozni, ami van. De nézzük. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyiben másabb akár, mint egy sima V8, vagy bármilyen V8, mert ugye dugatjuk, stb. Ugyanoda minden. Ahogy látom, szerepem előrudak is lesznek. Ráadásul nem is kevés, úgyhogy el leszünk vele egy ideig. 2-3-4 ponton van csak rögzítve. Aztán vannak itt a szerepemelők, viszont úgy látom, hogy azok viszont majd csoportosan lesznek lerögzítve. Aha, de még milyen jó stílusban. Na ez egy szép újítás. Bár a kicsit szerelésben itt szar, mert közben megjelent már úgy, hogy a gyertyákat még be se raktuk, úgyhogy másik oldalon ezt majd előre kalkulálom, hogy könnyebb legyen a gyertyákat beszerelni.
És egy ilyen csoportos szerephimba. Aha, és három csavarral van szépen. Ráadásul ilyen keresztben. Wow! Az ilyet se láttam, ilyen keresztformú. Tehát nem egyenesen, mint ugye eddig, hanem ilyen kicsit ilyen oldalasan vannak. Kíváncsi ennek, hogy ennek van-e valami tényleges hatása, akár lóerőben vagy valami, hogy picit így másmilyen irányban van, vagy szimplán csak azért, mert ilyen formában csinálták meg az egész, meg az stílusát így van megtervezve. Szerintem ez a szeletvedél, ez meg olyan, milyen irreálisan magas ahhoz képest, amilyen volt az egésznek a mérete. Ezek is durvák egyiket, a régi engine-eknél, vagy a régi motoroknál nagyon felkapott volt ez is, hogy ilyen ezekkel a... Bár mondjuk itt is ugye látszódik, hogy azért még régi fajta, tehát nem volt ez a kör alakú rendes ilyen hengerformás cső, hanem inkább ezek a kis kockásabbak. Szóval amiért könnyebb volt azokat ugye így munkálni, meg ugye a méretek miatt leginkább. Gondolom, de ez megint csak egy tipp. Minden esetre az aját is meg kéne csinálni egyébként az egész motornak, mert ugye a technél az még fönt sincs, meg ugye tengely sincs rögzítve, stb. Ugye azok a olyan részek, amiket nem nagyon kedvelek. Nézzük, kicsi, nem, nagy csavar. Ó, a másik oldalon meg még föl se raktam a ötjukat. Baszki, igen, ez a böhöm nagy vízpumpa. Azt a rohadt. Ezt a részét így el is engedhetjük. Ezt gyorsan megcsinálom így külön, mert ez a rész is olyan, amit utálok. Ráadásul, hogyha felkerülnek ugye az oldalsó alkatrészek, akkor lehetetlen normálisan elérni őket. Jó, most, na igen, most egy gyertyákkal kezdem. Ne legyen az a probléma. Látom, két darab karburátor lesz is külön-külön, na, hogy elnézem. Most ami felmerül nekem kérdésként, az, hogy vajon az olajat bele tudjuk-e tölteni annélkül, hogy ezt a részt itt lebontsuk? De szerintem le kell majd. Sőt, biztos. Aha, már jelzi is. Jajaj. Fuck yeah. Mindegy, hát akkor azt most már majd csak akkor, amikor
beszereltük a motort. Egyébként nagyon jól néz ki, és ott meg is lepett ez a másfajta szerephiba rögzítések, igen. Az úgy meglepett, hogy mennyiben más volt. Na, oké. Méret szerintem gumi van ugyanolyan, igen, mindegyik. 70-es. Jó, oké. Ugye elnézem, viszont külön felnyit nem kapott a DLC-n keretein belül, legalábbis ez a verzió. Csak kettő kell, mert hátulról fék van, ha jól emlékszem. Úgyhogy végeleményben megkapta a gyári játékból, tehát az alapjáték egyik kerekét, ugye ezt a Atlanta felnyit. Egyébként nem rossz, tehát stílusra lehet, hogy egyébként tökre passzol hozzá, mert lehet, hogy pont ugyanezzel a fajta felnivel lett kiadva így formailag, attól függetlenül, hogy ez az egy fikció, vagy fiktív név, ugye. Hát függetlenül a formailag akár lehet valódi is. Ebből veszünk egyet ebből, illetve azt hiszem a bölcsőt azt meg már megvettük. Most már csak le kéne bontani a másik oldalt is, és akkor az eleje egyébként, hogy ha úgy veszük, meg is van. Tengel, amit gyorsan veszedünk. És akkor ugye egy jó sebességváltót azt megveszem. Látom, hogy indító is hiányzik, úgyhogy lesz ott még lesz olyan, amit még pótolni kell, úgyhogy a... Na, így meg is van minden alkatrész. Gyorsan szétszedem itt még a másik oldalt, és gyorsan össze is dobjuk a kerekeket, illetve az első lengés csillapítókat, azokat ugye össze kell rakni. Hátsót azt ugye nem kell, azt csak most szimplán fel kell szerelni. Persze, hogy basszus, pont a kicsi gumi belsejeknél van az rozsda, miért is ne? Ez így meg is van. A motor is szabadon van, úgyhogy akkor le is engedhetjük annak az érdekében, hogy összedobjuk majd a motort is, illetve a motorteret. Jó, és akkor aztán ez lesz az utolsója.
Na. Azért szépen fest a motor is. Így benne. Főleg ezért is, mert pont ugye abban a méretben van kivágva neki is a motorheztető. Nem véletlen, hogy csak egy motor az, ami erre az autóba bekerülhet itt most. Így a játék keretein, meg a DLC keretein belül. Nem véletlen van, az az egy. Meglátjuk majd egyébként, hogy hogy fog futni. Ugye 420 valahány lóerő volt, azt hiszem, hogy gyári. Csomagtartó alapból spoilerre, gyönyörű. Hoppá. Ez véletlen. Nem sikerült összehozni. Na, így most már jobb. Nagyon jól néz ki egyébként már most. Tehát... ez azért... klasszikus izomautó. Ez jó cucc. Jó, oké. Na nézzük akkor a behetősített a motorteret, hogy mi hiányzik még. Szervó, aksi. Elé. Azért majd mindjárt külön elugrunk oda. De előtte nézzük meg, hogy... ja igen. Ezt le kell szedni egészen odáig. Ez is légszűrőt, mindent le kell szedni, azt, hogy fel tud tölteni ezt itt. Az olajat, hát durva. Na, ez is megvan. Akkor ezt a relédobosztot külön gyorsan megcsinálom. Aztán utána még vissza kell szerelni akkor a motor. Motorra ugye ezt a légszűrő rendszert, úgymond ugye az egészet, ha úgy vesszük. Mert szinte teljesen a végéig vissza kellett bontani. Ahhoz, hogy feltöltsük ugye olajjal a motort. Na, bazd meg, várja. Hát mi a szar? Ja, de 100%-os. Oké, egy pillanatra már azt hittem, hogy egy rosszat tesz fel. Na mindegy. Oké, akkor a motortér az így rendben is van, mindent feltöltöttünk, aksi megvan, fékfolyadék megvan, olaj megvan, hűtőfolyadék megvan. Jó. Önindító. Aha, az a sebességváltó lesz majd alulról, oké. Az is rendben van. Na, hoppá. Ja, a sulengőkar az így kimaradt.
Na mindegy, most már kettő van a sebességváltóban. Nem probléma. Egy önindítót azt veszünk, csak hogy ne felejtsük el. És ugye a kipufogók azokat még nem vettem, szerintem egyiket sem, mert hogy fullba hiányzik az egész rendszer. Au, 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 menj vissza. Így jó. Itt is érdekesen van ez megoldva, hogy így föl van, ez kész, tehát így pluszba föl van tekerve, nem értem ezt a logikát mögött, hogy egy ilyen 90 fokos kanyar tesznek meg konkrétan kétszer. Tehát érdekes üzemanyagtartály meg mellé teljesen elforgatva, ilyen se volt még szerintem, hogy így lett volna üzemanyagtartály külön. Igen, ez a laprugós hátsó tengely, ez kész. Jó, kezdjük akkor itt a jobb oldallal. De viszont ezt a laprugósat, annyira utána meg két kicsi gumipelse is van külön, amit külön egyenként kell. Azt hiszem, hogy valamelyik videóban már egyszer mondtam, hogy miért nem lehetett ezt a laprugót is úgy megcsinálni, hogy amikor felhelyezed, akkor már kiválasztod hozzá a kicsi gumipelseket, aztán kész. És feladja a lehetőséget, hogy a kettőt így betekerd, aztán ennyi. Tehát ezt a logikát sem értem egyébként, hogy azt a két külön gumipelset miért kell pont azt a kettőt kimondottan, és ez egyébként már több éves játékban, tehát ugye a 18-asban is ugyanígy volt. Nem tudom, lehet, hogy van valami tényleg megint ilyen real life oka annak, hogy pont így van. Lehet, hogy először úgy van, hogy felrakod a laprugót, felrakod hozzá ugye a tartót, hogy le legyen rögzítve úgymond egyetlen a tengelyhez. Aztán utána van, hogy egyébként rögzíted még külön a kicsi gumi felsejekkel ugye az eredeti megfelelő pozíciójában. Hát nem tudom. Ehhez meg kéne nézni egy hasonló kategóriás autót, amiben ilyen laprugós megoldás van. Na, baszki. Ne, menj már, hát most tényleg mekkora egy... Hol vagy? Ops. Az gombot nyomtam már megint, de ebből is hogy lehet, csak egy darab volt, nem tudom igazából megérteni, mert abból is szerintem kettőt vettem, na mindegy. Mondom, hogy a NAV elviszi az alkatrészeket, miközben vásárolom. Vagy lehet, hogy csak az a GLS futár nem hoz. Ha meg Magyar Posta, akkor meg főleg. Na, azt mondja, szerintem minden alkatrész megvan. Igen, teljesen restaurált. Most már csak az alap dolgok kellenek, egy kis tesztet is nyomunk, egy-két kört. Azért megyünk, megnézzük, hogy miket tudunk belőle kihozni. Lehet, hogy még a sebességváltóval is játszunk egy kicsikét. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz a végsebesség. Jó, nézzük akkor a fényezést. Van-e rajta matrica? Van. Barracuda Hemi Black. Igen, ez az, ami a képen is volt, ugye a Hemi-s matrica. Van egy fehérben, és ennyi. Hát akkor én azt mondom, hogy megtartjuk ezt az arany színt. Ez nagyon jól néz ki. Ahhoz képest, hogy vagyis nem tudom, hogy ez egy ilyen barna és arany átmenet. Tehát, hogy ilyen, ez ilyen nagyon kevert jellegű. De eléggé érdekes, hogy egy ilyen színnel generálta le pont a játék ugye ezt, úgyhogy ezt szerintem mégis tartanám. Nem hiszem, hogy bármelyik másik szín úgy nagyon... Még a narancssárga az ugye passzolna, főleg ugye a... Most megint így a halálos iramban Hemijét vehetjük alapul. De most ezt az autót nem akarom a filmhez kötni, kivételesen. De ja, nem, ez maradt az, ez most egy olyan speckó gyári, ráadásul ilyenfajta színnel még autónk nem is volt. És hát, ha már ezt adta, akkor legyen egy matricát kap, csak úgy, hogy legyen valami stílus is rajta pluszba. De ez így nagyon jól néz ki már most. Tehát ez kész. Kíváncsi leszek, hogy a motorhang milyen lesz, de azért előre félek. Illetve, hogy mennyire lesz irányítható. Úgyhogy nézzük a dyno-t, hogy be kell állítani még a karburátorokat szerintem. Igen, kettő darab van, úgyhogy nézzük. Aha.
Ó, pont fordítva jött, igen, pont fordítva. Oké, akkor így. Ez megvan. Nézzük a másikat. Igen. Ez így, basszus, ez pont nulla. És így van kettő. Oké. Sebességváltóra egy ötöset bedobunk, just in case azért. Van egy olyan érzésem, hogy szükség lesz rá. 97, akkor mondjuk legyen 87. Hát lehet az 67 is, inkább. Vagy mi az 77? Na, 77 igen. Bár 307 km per óra már az 5-ösnél. Hát ugye igen, ezeket nem, továbbra sem veszem a kilométereket, ott ugye alapul. Na nézzük, milyen sebesség lesz. Vagy milyen teljesítmények lesznek. Na, meglepő egyébként a motorhang az az egyébként nem is olyan rossz. Kivételesen, most van itt egy autó, aminek nem rossz annyira a motorhangja. Megkapta az Z-Drag ratinget 476-ra és 787 lóerő lett. Majdnem dupláztuk megint. Mindig ez van egyébként, ez a majdnem dupláztuk, bár itt is ez 14% még ahhoz kellene, hogy duplázzuk. Úgyhogy a egy motorvezérlőt bele tudnánk rakni, ugye azzal a jó kis 22%-os bónuszával, akkor szerintem talán megvenne az összképben az a plusz 14. De azért ez se durva. 787 lóerő, bassza meg. Egy 71-es autóba, azt a kurva. Hát nem tudom, hogy milyen lesz majd a vezethetőség. Félek attól, hogy ki fog csúszni, de meglátjuk. És ráadásul nem is tudom, ez hátsó kerekes? Azt hiszem igen. Csak hátsó, ugye. Hát, meglátjuk. Na jó, nézzük meg, menjünk vele egy drag racinget először is. Jó, hát egy Carrera GT-t kaptunk, mint ellenfél. Jó, megnézzük. Félek előre, de megnézzük, hogy mit hozunk ki belőle. Aha, geci, szükség lesz a hatodikra is. Igen. De mennyire? Ott van, mert van még a mod, van még erőmotorban, úgyhogy tudjuk is fel neki itt a végsebesség tesztben. Mert így, hogy hát ez simán jó egyébként, elég stabilan megy, nem csúszik ki, egy picit se, úgyhogy ez nagyon jó. Nem tudom, hogyha scrapelnénk egyébként, és az a plusz teljesítmény is rajta lenne, akkor mit csinálna? Mert ugye eddig mindig az volt, hogy voltak olyan restaurálás videók, ahol direkt scrapeltem is folyamatosan, hogy tényleg maximum elérhető teljesítményet nézünk. És mégis egyébként ott meg már az volt a probléma, hogy utána hiába volt a gyári gumiméret, meg az állított gumiméret, kicsúszott az autó folyton. És ugye, na mindegy, egy hatodik sebességet adunk neki. Azt mondjuk, hogy akkor ez legyen 67. Aha, bár ez az, hát nem tudom. Nem. Az 5-ös az rendben van ezzel a 77-tel. Az jó a 6-os. Ez meg a 67-tel, úgyhogy nézzük meg. Így mit hozunk ki belőle. Aztán hát, ha nem tudom, hogyha úgy van, akkor lehet, hogy még a 7. sebességet is bedobjuk neki.
És simán lehetne még egy hetedik picit elkezdtem jobbra húzni. Állam 50. Szerintem ide még egy hetest el tudna csinálni. Korai volt az a visszaváltás. Na mindegy. Gyorsan bedobjuk neki még ott azt a hetedik sebességet, aztán meglátjuk, hogy mit hozzunk ki belőle. Itt most 350 volt a max. Ja, bocsánat, itt van a 7-es, igen. És akkor ez meg 57. Mondjuk 411, persze, 411 km per óra. Mondjuk egyébként határokat nézve lehetséges lenne, de a motor erejével azt nem hiszem, hogy kihozza. Fölmegyünk 350-re. Lehet, hogy egyébként vissza fog esni a nyomaték, és ezzel magasítani fogunk, de meglátjuk. Mert pont ugye határértéken van a fordulat. Épp ahogy a fordulat maximumán vagyunk, majdnem. De még húzza neki, ha igen, fordulat maximumán még tudja. 360. Egy szünetig tudja még húzni majd, 376. Ugye ott a fal, 358, nem lesz meg a 380, sajnos, de azért basszus, 378 km per óra egy 1971-es autóból. Nem semmi, nem semmi gec. Igen, itt most a Donáttal. Az a baj, hogy egyre inkább itt most közben szól az, hogy a kanyarodás érzékenységem az le van véve, úgyhogy de most már megvan talán az ív. Vagy még sincs. És nem tudok normálisan ellenkező irányba kanyarodni, mert ugye olyan lassan forgatja a kormányt, hogy normál esetben ez így össze se jön. Max off-roadon, ott rendesen talán kijön, de hát ez megint ilyen szar. Minden esetre azért ez nem semmi sebesség, tehát meglepett, hogy ennyi kijött, hogy majdnem igazából 400 km per óra kijött volna az autóból. Úgyhogy és ez nem rossz, nem rossz. Megtartani az autót azt mondjuk nem fogom egyelőre. Nekem is nem valószínű. Egyelőre inkább azt nézzük meg, így az utolsó végszó jogán, hogy milyen a kredit.
Egyelőre inkább azt nézzük meg, hogy pontosan mennyiért is menne el akkor az autó. Ugye 22-ért vettem, aukciós, igen, aukciós házból szintén, és 125-ért megy el. Hát egyébként ez megint azt mondanám, hogy a klasszikussága miatt, illetve amiatt, hogy milyen motort hoztunk bele, hogy 380 km/h majdnem kijön belőle, szerintem a 125 ezer kredit még ingénybe is kevés. Tehát én bőven, mert basszus, majdnem a Zondának a sebessége. Jó, a gyorsulásban nem, mert azért ott sokkal több kell neki, mire eléri ezt a végsebességet, de basszak, a végsebességben megvan. Tehát a Zondát meg el lehetne adni majdnem 400-ért, 360 aztán, hogy mennyiért ment el. Vagy ott vannak még a Huayrák, ugye, amik ugye az erébbi autók voltak, azok is ugye 400 fölött ment el, 400 körül. Ennek 125 ér. Azért a felére, egy 250 ér. Egy 250-200 körül legalább. Azt mondtam volna, hogy ez kellene. Na mindegy, hát ez akkor most ennyire jött össze. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy van-e esetleg még van-e így a betért, azt meg kicsit. Hát mondjuk eléggé letisztult alap, ugye itt ugye régi autóknál ez a fa borítás volt, az a nagy divat. A bőr az nem annyira volt még pluszba, kivéve az ajtókon, meg az üléseken. De egyébként teljesen szép. Bár az a pedálok eléggé... pedálok elég furán vannak megcsinálva. Olyan feltűnően furák, mint hogyha kisporolták volna belőle az időt. Minden esetre szép. Tehát viszont a kívülről itt ebből a szemszögből teljesen jól néz ki egyébként az autó. Ez teljesen jó. Én azt mondom. Na, hát akkor ennyi volt egyelőre ez a videó. Ezt te is adjuk szépen. És hát akkor a következő videó pedig ugye szintén ugye ugyanabban a DLC-ből, ugye ez a Chrysler 300C SRT 8-as lesz. Igen, motorban nincsen opciócsere. V8 OHVM az még sosem volt. Szerintem. És nézzük gyorsan egy pillanat kedvéért az eredeti V8 Hemi 6.1. Jó, rendben. Tehát akkor a V8 Hemi 6.1-es motorral fogjuk megnézni ezt az autót. Itt is egyébként rövidre tervezem, tehát nem hiszem, hogy sok mindent meg tudunk rajta nézni. Tudja, hogy extra a karosszíri alkatrészek nem lesznek. Biztos, hogy csak ugye a DLC keretein belül lévő alapalkatrészek lesznek. Ráadásul ugye ez az autóverzió is ráadásul ugye teljes mértékben alapértelmezett kategóriában van. Úgyhogy nem hiszem, hogy bármi is lenne extra, úgyhogy teljes mértékben egy kis baráti, könnyed restaurálás és egy max sebesség, meg gyorsulás teszt, ami lesz ebben. Aztán annyi. Arra kíváncsi leszek, hogy lesz-e valami matrica rá, erre is. De szerintem erre az autó nem is lesz. De meglátjuk majd, ez a következő videónak majd a témája, úgyhogy várok vissza titeket, addig is sziasztok!